A NISZ2 irányövet feldolgozó sorozatunk következő részében az ellátási láncok biztonságáról fogok beszélni, mely egy méltatlanul alul értékelt, de egyre fontosabb terület az információ biztonságnak. Olyannyira, hogy a NISZ2 negyedik fontos pontja, amit a 21-es cikkely második bekezdésében megemlít, ez pontosan ezzel a területtel foglalkozik, de egészen pontosan azt mondja ez a bekezdés, hogy az ellátási lánc biztonsága ideértve az egyes szervezetek és közvetlen beszállítóik, vagy szolgáltatóik közötti kapcsolatok biztonságával kapcsolatos szempontokat megér egy külön történetet. Miért? Hát egész egyszerűen azért, mert ebben a nagy digitális ökoszisztémában, mutatom azt is, hogy káoszban, egy olyan világban élünk, ahol az információs rendszereink függnek mindig, mindenhol, mindentől is. Nagyon egyszerű, például egy szoftvertermék azért a mai világban jó eséllyel egyrészt valamilyen felhőszolgáltatást vesz igénybe, vagy éppen valamilyen külső üzemeltetője van, vagy éppen egyszerűen a termék, amit használunk, az valakitől érkezik, és hogyha nem kapjuk meg a támogatást hozzá, akkor már nem fogjuk tudni üzemeltetni mindezt. Éppen ezért az ellátási láncok ott van, abszolút ott vannak a mindennapjainkban, és nem véletlen, hogy bekerült a miniszterelnöki kabineti roda rendeletébe, illetve annak ősforrásában is a NISTESP 853 Revision 5-ba is hogyan fogalmaz tehát a miniszterelnöki kabinetiroda rendeletének tervezete, mely a 19. pontjában foglalkozik az ellátási láncok kockázat kezelésével. Itt a következő pontok szerepelnek kötelező megugrandó feladatként a nisz 2 hatájára tartozó szervezeteknek. 19.1-es pont ami a szabályzat és az eljárás rendeket várja. 19.2-es pont, ami az ellátási láncra vonatkozó kockázatmenedzsment szabályzattal foglalkozik. A 19.4-es pont, ami az ellátási láncra vonatkozó követelményeket és folyamatokat határozza meg. A 19.7-es pont, ami az ellátási lánc ellenőrzések és folyamatok alvállalkozók címet viseli. A 1913 pont, a beszerzési stratégiák, eszközök és módszerek. A 19.19-es pont, az értesítési megállapodások a 19.22-es pont a rendszerek vagy rendszerelemek vizsgálatával foglalkozó pont, a 19.23-as rész a rendszerelem hitelességével, illetve a 19.24-es rész a rendszerelem hitelességével a hamisítás elleni képzéssel, a 19.25-ös pont a rendszerelem hitelessége konfiguráció felügyelet pontot, illetve címet viselő részsel, illetve a 19.27-es pont a rendszerelem selejtezése megsemmisítése ponttal foglalkozó feladatkörrel eh, található meg, tehát ez a Supply Chain Management, Supply Chain Risk Management rész a magyar szabályozás tervezetében, ami egyébként nem új, hiszen már a 2013 évű ötönes számú törvény is azért foglalkozik az úgynevezett közre működők feladatkörével, ebben is élenjáróak voltunk, és megölöztünk nagyon-nagyon sok országot, mégsem annyira elterjedt ez Magyarországon, mint amennyire kéne. Ugye mit mondott ki az IBTV? Az IBTV azt mondta ki, hogy amikor beszállítói szerződést kötünk, amikor valaki elkezd számunkra szolgáltatni, amikor terméket szerzünk be, akkor az információbiztonsági felelősnek igenis lehetősége van ezekben a szerződésekben becsempészni az információbiztonsággal kapcsolatos pontokat. Sőt, azóta tovább menve van egy DIMOP követelmény halmazunk, az információbiztonsággal foglalkozó hatóság, a Nemzeti, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet részéről, ami szintén előírja azt, hogy a rendszerek fejlesztésénél már foglalkozni kell az információ biztonsággal, még akkor is, hogyha ezek a rendszerek ugye kívülről külső szolgáltatótól jönnek. Tehát maga az ellátási lánc biztonsága azért nem egy idegen terület a magyar szabályozástól, viszont ezt összefoglalóan, ugye a Supply Chain Managementnek az, az, az ellátási láncok biztonságának a kockázat elemzése be legyen építve az ellátási lánc, illetve be legyen építve a kockázat teljes folyamatába, azért ez egy meglehetősen új dolog. És mint említettem, ennek az ős forrása a sp 853 Revision 5, aminek a 3.20-as fejezete foglalkozik a Supply Chain Risk management és ki is mutat rögtön egy olyan ajánlásra, aminek a neve NIST 800 8161 Revision 1, Cybersecurity Supply Chain Risk Management Practices for Systems and Organizations, tehát, hogyha összességében, teljességében szeretnénk látni ennek a területnek a követelmény rendszerét, akkor a NISTESP 861 lesz a mi barátunk. Ami nagyon-nagyon hosszú, és megint viszonylag rövidön van ezt összefoglalni, de három nagyon fontos területet említ meg, ahol a kockázatok megjelenhetnek ezen a területen. Az első ez a Service Risk Assessment, illetve a Service Risk terület, mi is a service risk, ezek ugye a szolgáltatások. A szolgáltatások kockázatelemzései, ami nem a szolgáltatót, hanem a szolgáltatást jelenti. Mi is a tipikus szolgáltatás, ugye a videó kezdeti nem mondjuk a felhőt. De, ha megnézek egy modern programot, egy modern szoftvert, ami például valamilyen webes környezetben fut, akkor azt fogom látni, hogy ez a szoftver támaszkodik egy csomó külső szolgáltatásra. Miért csináljunk például bankkártyás fizetési szolgáltatást, amikor ezt valaki más már megcsinálta számunkra? Vagy ennél kicsit mélyebben lehet, hogy az a szoftver e, kód, amit veszünk, az valahonnan kívülről jön, Mondjuk egy apin keresztül érjük el ezt a szolgáltatást, és ugye az API mögötti szolgáltató is folyamatosan fejlesztheti ezt a, az APIT és a rajta keresztül elérhető szolgáltatásokat, vagy éppen abba is hagyhatja ezt a szolgáltatást. Vagy a felhő szolgáltatás például kiesett valamilyen rendszer leállás miatt. Vagy egészen egyszerűen a Facebookon keresztül kereskedünk, és a Facebook leáll mondjuk egy fél napra, hogy ez meg is történt időnként. Vagy, és akkor lehetne még tovább folytatni az egyéb szolgáltatásból eredő leállási kérdéseket, az informatikán túlmenően, a villamosenergia szolgáltatástól kezdve, amitől majd nem lesz áramunk a szolgáltatáshoz, vagy éppen a távközlési szolgáltatás, például az internet szolgáltatásig, tehát a, a lista és a skála az meglehetősen nagy. No, a feladatunk az, hogy a szolgáltatásainkat nézzük végig, és állapítsuk meg, hogy van-e van valamilyen probléma ezzel. Aztán ott vannak a supplier, tehát a szolgáltatókból eredő fenyegetések. Amiben például belejátszhat az a kérdés, hogy mondjuk az a szolgáltató milyen külföldi tulajdonban van, és külföldi tulajdonon keresztül milyen ellenérdekelt országnak lehet például hatása erre a szolgáltatásra. Tipikusan Kínát szokták felhozni ennek a példának, és mondjuk egyes kínai távközlési szolgáltatókat szoktak megemlíteni ebben a körben, de itt nyugodtan lehet mondani bármilyen ellenérdekelt országot, akár a szövetségesi rendszerből, Fele közül is. Itt nagyon-nagyon régi bevett trükk az, hogy egész egyszerűen egy titkosszolgálat bevásárolja magát egy cégbe, ami bevásárolja magát egy cégbe, és ezen keresztül lesz majd valamilyen jelenléte egy ország kulcsoltóságú szolgáltatásában. Az ellátási láncok tehát nagyon-nagyon messzire men, menően tudnak, illetve szükségesek a megvizsgálásra. Vagy mondok egy másik példát. Ugye az orosz-ukrán háború kapcsán komolyan fölmerült az, hogy nagyon-nagyon sok orosz szoftverfejlesztő ebben szét a világban, így Európában is, de mi történik, hogyha ezen szoftverfejlesztők egyes eh, százalékai, egyes részhalmazai még együttműködnek az orosz szolgálattal, és például ezeken a, a szolgáltatókon keresztül, illetve az ezekben a szolgáltatókba beágyazott vakondokon keresztül tudnak hadni egy-egy ország ellátás biztonságára. A probléma tehát a szolgáltatókkal, az elsősorban az, hogy ők milyen tulajdonban vannak, milyen jogrendszerint végzik el a működésüket, illetve munkatársai között milyen jellegű, adott esetben problémás személyek lehetnek meg. Ezt is be kell építeni a kockázatok közé. A harmadik ilyen terület, ez pedig a product risk, azaz a termék kockázat. És ez talán a legmélyebb úgyra mindennek, hiszen mint például azt látható korábbi sebezhetőségekben, eh, itt talán a Mindenki által, nagyon legalábbis security-ban, nagyon-nagyon eh, jó ismert, logforis, és sebezhetőségre tudnék gondolni. De előfordulhat a, a termékeinkkel kapcsolatban az, hogy mondjuk benne kerül egy, -egy olyan szoftver, szoftver rész, mondjuk egy nyílt forrás szoftver rész, és ez eh, egy termék egészében egy olyan részként működik, egy olyan dominóként működik, aminek, hogyha van egy sebezhetősége, az a teljes biztonsági,. Eh, szt, um, kitettségünkre hathat valamilyen szinten. De ez akár ma már hardware szinten is elképzelhető, hiszen ki tudja, hogy egy hardwarebe beépített chip az éppen mi mindent csinál. Ha az ellátási láncok biztonsága, tehát egy nagyon-nagyon nagy kacsvasz és egy nagyon-nagyon tág terület, amit hát nem tudunk máshogy megfogni, mint hogy a kockázat elemzésünk során legalábbis csinálunk egy olyan listát, hogy mik azok a termékek, mik azok a szolgáltatások és kik azok a szolgáltatók, akik valamilyen szinten hatnak a mi működésünkre. A Nistespén 861 ajánlása alapján legalábbis már a beszerzési fázisban oda kell figyelnünk arra, hogy fölmérjük azoknak a máshonnan érkező termékeknek, szolgáltatásoknak, szolgáltatóknak a helyét, amit be fogunk illeszteni a szervezetünk működésében. Lássuk, hogy mennyire kockázatos ez az, az üzleti folyamat, ahol ők a hatásokat majd ki fogják fejteni. Ebben nyilván az információ biztonsági szakértelem beillesztése már a nulladik ponttól nagyon fontos, nem véletlenül szerepez az IBTV-ben is a kezdetektől fogva. Amikor meghatározunk a követelményeket az adott termékre, szolgáltatásra, szolgáltatóra vonatkozóan, akkor ezen követelményekben szerepelnie kell az ellátási láncok összes releváns kockázatának, illetve föl kell mérni a piacot is, és a piac során lehetőleg azon szolgáltatók, szolgáltatások termékek irányába érdemes elmenni, amelyeknek kockázata lényegesen alacsonyabb, mint másoké, éppen ezért nagyon fontos az európai kiberbiztonsági ipar, és például a magyar kiberbiztonsági ipar is, melynek szereplőit ezen részek után e, igyekszem bemutatni, és remélem, hogy majd még többek bemutatására kerülhet sor. Ha megtörtént a kockázat, illetve a piac elemzés, akkor a következő feladatunk az az, hogy az ellátási láncokból eredő kockázatok kezelése. Része legyen a beszerzési folyamatnak, azaz a vállalkozónak kötelessége legyen -e bizonyítani és biztosítani azt, hogy a termékszolgáltatás, illetve ugye a szolgáltató jelenlétének teljes életciklusában csökkenti a kitettséget, csökkenti azokat a kockázatokat, melyek az ellátási láncokból erednek. És végül a folyamatos kockázatértékelés. Lehet, hogy a termékszolgáltatás csak kevés ideig van velünk, néhány hónapig de sokkal valószínűbb, hogy az adott termék szolgáltatás szolgáltató hosszú minél több évig, például ipari környezetben akár évtized hosszig is velünk van, éppen ezért a ellátási láncokból eredő kockázatoknak a folyamatos értékelése része kell, hogy legyen a teljes kockázat elemzési életciklusnak. Kockázat elemzés, mint a legalapvetőbb információbiztonsági tevékenységünk, tehát ki kell, hogy egészüljen ezzel a területtel is, erre vonatkozóan a SP 161 jó tanácsokat ad, érdemes belemélyedni, aki ezzel foglalkozik, illetve érdemes akár külső segítséget is kérni ezen terület felmérésében. Részletekben megint nem volt idő belemenni, hiszen ez a 11 néhány perc eléggé megköti az ember kezét. Ettől függetlenül remélem, hogy egy jó ugrópontot sikerült adni minden kedves nézőnek, aki a The Profender YouTube csatornán követi az eseményeket, illetve mindazoknak, akik ezt a kibertámadás podcaston keresztül hallgatják. Érdemes tehát föliratkozni mind a két forrásra, hiszen a KiberTámadás Podcaston a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet munkatársai kommentálják az elhangzottakat, illetve érdemes föliratkozni a The YouTube csatornára is, ahol a linkekkel, illetve screenshotokkal segítem az elmondottak megértését. Amelyek, hogyha hasznosak voltak, akkor maradjanak velünk, a későbbiekben is iratkozzanak föl mind a két csatornára, és kommentben fejtsék ki véleményüket, kérdéseiket, ezzel is segítve a sorozat minőségét. Köszönöm szépen mai figyelmüket! A NIS 2-t feldolgozó sorozatunk eheti támogatója, a Whitehead IT Security, akivel korábban is már többször lehetett találkozni. Ebben az epizódban pedig az ellátási láncok biztonságával kapcsolatos szolgáltatásaikra szeretnék felhívni a figyelmet. A Whitehead IT Security NIS2 tanácsadási tevékenysége az ellátási láncok biztonságával kapcsolatban a következőket terjed ki. Az ellátási lánc kockázatmenedzsmentbe történő beépítése, egy szabályozás, ami az ellátási láncra vonatkozó kockázat elemzésé és kockázat kezelési eljárásrendel foglalkozik, naprakész nyilvántartás létrehozása az ellátási lánc tagjairól, az alvállalkozókra is kiterjedő információbiztonsági követelmények, az ellátási lánc kockázatmenedzsment stratégia kialakítása, ezen belül is az üzletmenet vagy ügymenet szempontjából kritikus termékek beszállítóinak meghatározása, a szerződéses követelmények megjelenése, amelyben kielemzik, hogy milyen biztonsági elvárásokat, kártérítési szabályzatokat kell rögzíteni egy szerződésben, kölcsönös tájékoztatási kötelezettség előírása a szerződésekben, a szervezet beszerzési stratégiájának kidolgozása, a benne megjelenő biztonsági szempontokkal egyetemben, a beszállítók kockázat értékelése, a rendszerelemek serejtezésének megsemmisítésének módszertana, az elektronikus információs rendszerek hamisítás elleni védelmével foglalkozó követelmények, mint képesség megjelenése a szervezetben, az ehhez kapcsolódó képzés szervezés és a konfiguráció felügyelet, illetve a biztonsági esemény kezelésben megjelenő ellátási lánc koordinációja, mindez a szolgáltatás halmaz, mint a White IT Security ügyfelei részére fel tud kínálni. A Whitehead IT Security-nél a gyakorlati szolgáltatásokon van a hangsúly, de ezek jó kiegészítik a tanácsadói tevékenységet. Az ellátási láncok biztonsága szempontjából is fontos tényező, hogy a vállalatok nyilvános vagy belső rendszereihez való hozzáférésben vannak-e olyan gyenge pontok, amelyek támadás esetén könnyű célponttá tehetik a céget. Ezért az ebben a részben megbemutatott problémákat a Whitehead IT Security a Pentest szolgáltatással kívánja valamilyen szinten orvosolni, amely több tevékenységi körből tevődik össze. Ezek között is ki kell emelni a sérülékenységvizsgálatot, de ide tartozik a belső és külső infrastruktúra penetrációs tesztelése, a támadói szimuláció, azaz a red teaming és a web, mobil és az asztali alkalmazások biztonsági tesztelése is. A tesztelések célja annak megállapítása, hogy potenciális külső támadók milyen információkhoz férnek, vagy férhetnek hozzá, illetve hogy milyen tipikus támadási technikák milyen sikerességgel hajthatók végre a rendszer ellen. A támadások szimulációja kiterjed mind az automatizált, mind a célzott kísérletek modellezésére, valamint arra is, hogy melyik betörési kísérlet milyen hatékonysággal hajtható végre, illetve milyen adatokhoz vagy belső infrastruktúra elemekhez lehetséges hozzáférni sikerességük esetén. A White IT Security penetrációs tesztelés során mind webes, mind az infrastruktúra vagy applikáció tesztelés során iparági támadási gyakorlatokra építi tevékenységét. Ezek közül is ki kell emelni az Open Web Application Security Project, vagy közismertebb nevén az OWASP által létrehozott biztonsági eljárásrendeket. A tesztelési folyamat mindig jelentéskészítéssel és az eredmények bemutatásával zárul. A jelentés tartalmazza a szimuláció és a vizsgálat lépéseit, a feltárt sebezhetőségeket és hibákat, valamint a javításokra, fejlesztésekre és a kockázatok csökkentésére vonatkozó javaslatokat. A biztonsági hibák és potenciális kockázatok rangsorolása a Common Vulnerability Scoring System, azaz a CVS alapján történik. A White tehát mindazon cégeknek javasolja pentest elvégzését, amelyek érzékeny adatokat kezelnek, online szolgáltatásokat nyújtanak, vagy jogszabályi és iparági előírások miatt kötelesek biztosítani rendszerei biztonságát. Akinek a figyelmét felkeltette a White IT Security szolgáltatás halmaza, a képen látható elérhetőségeken tudják elérni a céget.